Észlova Szkala elnevezés terembe érkeztünk meg. 1669-ig folyt itt a kősónak a kitermelése. Még mindig 64 méteren vagyunk. Sajnos le kell menjünk lépcsőn ahhoz, hogy 90 méter mélységben leérjünk a második szintre. Itt is egy ugyanolyan kézikeresztet tudok önöknek bemutatni, amelyet a bejáratnál láttunk. Azzal a különbséggel, hogy erről a helyről, ahol most vagyunk, nem sót küldtek fel a bányászok a felszínre, hanem sós vizet. A vizet mindig is össze kellett gyűjteni a bánya területén, el kellett innen távolítani, pontosan azért, hogy a víz el ne öntse egy idő után a bányán. Mindez kézzel történt, kannákba, bőrzsákokba gyűjtötték össze, elhordták egy tömörítőkádba, és a kádakból facsatorna rendszer segítségével töltötték meg a hordókat, amelyeket ezen az aknán, amelyek úgy hívunk, hogy Sistófori akna, felhúztak a felszínre. De most...